Sziasztok! Szerintem most nagyon sokan és szívesen cserélnétek velem helyet, ugyanis egy 67-es Ford Mustangban ülök, egy V8-as motorral és 4700 köbcentivel, és utasom pedig nem más, mint Király Viktor. Szia, Viktor! Szia! Hogy érzed magad ezen a forgatáson itt az oldtimer autók között? Hát én általában nem szeretek fotóztatni magam is, hát fotózásra járni, mert én unalmasnak tartom meg ilyesmi. De az, az igazság, hogy a mai nap ez megváltoztatta a véleményét, ha benne is vagy a fotózásban, hogy mondjuk megkérdeztek, hogy akkor most milyen kocsit kérek a forgatásra, és mondtam, ó, nekem a gyerekkori kedvencem a 67-es Ford Mustang, és most két ilyen kocsi is van itt a forgatáson, és ezért én egész nap csak nézem a kocsit, és bámulom, és csodálom, hogy milyen egy gyönyörű szép kocsi, ezért repül az idő. Szóltak, jó? Szálljunk is ki, és nézzük meg kívülről. Jó? Körbe csodáltuk ezt a gyönyörű autót, és Viktorral arról fogunk most beszélgetni, hogy itt a fotózás során milyen ruhákat hozott magával, és mi az az óra a karodon. Áruld el nekem. Na hát hoztam két, vagy egy ilyen smoking öltönyt, és egy zakót, egy szép inge, ez mind a kettő a Dolce & Gabbana-ból jött, származott. Ezt hozzáteszem egyébként, ez a kedvenc márkám a Dolce & Gabbana. Nagyon fekszik a stílusa. Ez most per pillanat egy nagyon elegáns stílus, de gondoltam, hogy milyen jó pofa lenne, ha így ütközne a stílusok a régi, kicsit piszkos, kemény kocsi, a Mustang és az elegancia. Az óra, ami a kezemen van, kettő óra látható a fotózáson, egy ugyanilyen kék és egy ez magenta rózsaszín, vagy nem tudom mi, illetve van zöld, meg nem tudom, ezek, hogy mondjam, családi biznisz. ez a anyukám, az anyukám ő stylist, és ők együtt az apukámmal kitalálták ezt az óra márkát, és én meg bepróbálok segíteni, hát ha nem tudom, hogy ismertebb lenne, de az az igazság, hogy én minden nap hordom ezeket az órákat, mert annyira elütnek mindentől, feltűnnek, hogy nekem nagyon tetszenek. Ugye Gato a neve, az onnan jön, hogy Gabi Tomi. Mutassuk egy kicsit a kamera felé, ha megtennéd, hogy jól lássák a nézők is. Addig áruld el nekem, Viktor, hogyha öltözködsz a mindennapokba, melyik az, amelyik közelebb áll hozzád? Inkább az elegáns, vagy inkább ez a sportosabb, farmeros variáció? Hát nagyon érdekes, mert amikor, szóval ha azt mondom, hogy fellépés, meg minden nap, akkor nagyon szeretem a laza, a kicsit szakadt bőgatja, egy farmer kabáttal, vagy a farmer, egy bőrkabáttal, tehát ilyen cipzáros, ilyen kicsit olyan keményebb, egy nagyon jó cipővel, én nagyon cipőmániás vagyok egyébként, de, szóval ez fellépésre és a mindennapra. De ha fotózásról beszélünk, akkor szeretek oda tenni. Akkor szeretem azt a másik oldalmat mutatni, ami az elegancia. És szerintem nem ütközik a kettő. Mindenkinek szerintem lehet ezt is, meg azt is hordani. Én szerintem elég furcsán néznek ki, ha ilyen ruhába sétálnék az utcán minden napaimmal, le a sarki boltba. Szóval kihasználom, amikor fotózások vannak. És egyébként a legtöbb fotózáson sokkal elegánsabb vagyok, mint az életben. Március 29-én volt a születésnapod, ez körülbelül egy hete, de így utólag is nagyon sok boldog szülinapot kívánok. Jutott-e idő bulizni barátokkal, családdal? Hogy telt ez a nap? Hát maga a szülinapomon nem buliztam, a barátnőm nagyon kedves volt és meglepett egy vacsorával, kedvenc éttermünkbe. Tortával, ajándékkal kettesben ünnepeltünk, nagyon-nagyon szép volt tőle, és pénteken meg hazajött a testvérem Amsterdamból, és nyilván mivel ikertestvérek vagyunk, ezért neki is szülinapja van, vagy volt, ezért én meg megleptem őt egy meglepetés bulival, felvettem a repülőtéren, és akkor így bum, be a buliba, és szóval egy kicsit bulisztunk is, szóval tök jó volt. Sokat szoktál egyébként eljárni éjszakai szórakozó helyekre, vagy a munkád miatt azért igyekszel pihenni esténként? Szinte semmit nem járok. Én soha nem is voltam nagyon-nagyon bulizos. Amikor volt egy olyan időszak, amikor azt mondom, hogy most akkor én járom az éjszakát, ez nem diszkó volt, meg szórakozó helyen, ez inkább ilyen pub, vagy jobb, mint kocsma, de majdnem ugyanaz. Szóval beszerettem ülni haverokkal dumálni. Én mindig is ilyen dumálos voltam. A testvérem az más, ő szeret szórakozó helyekre járni, meg diszkókba.
Szóval amikor most is hívnak le diszkóba, akkor egy kicsit így húzom a számat, hogy na jó, menjünk, de nem nagyon megyek, szóval tényleg. Kicsit térjünk vissza a múltba. 99-ben érkeztél Magyarországra édesanyád betegsége miatt, aki hála Istennek azóta már felépült. Te mégis itt maradtál. Miért? Mi tetszett meg ennyire Magyarországban, hogy nem mentél vissza? Hát ez igazából az egész családra vonatkozik, kivéve Linda, mert Linda egyébként kevesen tudják, ő összesen 4 évet élt Magyarországon. Én meg a tesóm és a szüleim már 10 éve vagyunk itt. Bocsánat, ez se igaz, mert a tesóm már 2 éve Amsterdamban él. Nem tudom, valami megfogott. Ugye úgy készültünk, hogy csak egy évre jövünk Magyarországra, mert hogy anyám azt kívánta, hogy itt akar meggyógyulni, és már egyébként egy gyógyulási fázisban volt, csak neki az összes barátja itt van, meg ő nagyon szereti Magyarországot. Ezzel mondtam, hogy jó, hát így egy évet vagyunk itt, és azt vettük észre egy év után, hogy így nem akarunk hazamenni. Valami megfogott Magyarország, és azóta itt vagyunk. Nagyon sokat vagy nem csak Pesten koncertezni, hanem vidéki városokba. Azt meg tudod határozni, hogy mi a különbség alapvetően a budapesti közönség és a vidéki közönség között? Senkit nem akarok megsérteni, ezt most a Budapest bulikról értem. A vidéken sokkal szabadabbak, sokkal lelkesebbek, kijárnak koncertekre, fizető vagy nem fizető koncertekre, meg is veszik azt a jegyet. És egyébként itt jön ez a nagy irónia, hogy azt szokták mondani, hogy a vidéki ember nem tudja megvenni a koncertjegyet, de az igazság, hogy tudják és meg is veszik. Budapesten meg nagyon nehezen lehet fellépni. Ugye már rengeteg a konkurencia, minden héten 4 zenekar fellép, vagy 5 vagy 6, vagy nem tudom hány zenekar a főbb helyeken, ezért nehéz egyáltalán helyt találni. És aztán jön a másik, hogy akkor a budapesti ember azt mondja, hát akkor nem fizetek egy belépőt, hát igen, ha ingyenes koncert van, akkor mégis eljönnek, de nem tudom. Nagyon szeretek Pesten is fellépni, de meg kell, hogy dicsérjem a vidékieket, mert ők tényleg egy hálás közönség. És van olyan vidéki város, falu esetleg, ahova nagyon szívesen visszajársz most már több egyére is? Hát 2 várost tudok mondani, szóval nagyobb várost. Vannak bizonyos faluk, meg kisebb városok, amit nagyon szívesen így meglátogatok, de most maradnék a nagyvárosnál, a Debrecen és Szeged. Ez a 2 város, ez nekem mindig is nagyon szimpatikus volt egyébként is. Nagyon szeretem Szegedet, halászlé, a látvány, minden. De hát az igazság, hogy én bármikor csinálok koncertet Szegeden vagy Debrecenben, teltház van, és sikítanak, meg nagyon jó érzés, nagyon jó érzés. Meg hát igen, szóval most megyek Miskolcra egy élő buliba, szóval bánom be vagy azt. Táblázva. Igen. És hogy állsz a magyar konyhával? Mennyire szereted? Hát imádom. Nagyon szeretem a magyar konyhát. Nem mondom azt, hogy minden nap ilyet eszem. Inkább olasz konyhát szoktam így napi szinten enni. De nagyon szeretek elmenni egy csárdába. Amikor egy koncert után vagyunk, akkor fel az autópályára, egy kis mellékutakra utána, és egy jó kis csárda. Szálljunk be akkor most egy kicsit még az autóba, élvezzük ki ezt a pillanatot, hogy ilyen gyönyörű oldtimer kocsiba ülhetsz, és folytassuk onnan az interjút, mit szólsz hozzá. Szuper. Milyen érzés benne ülni? Hát nagyon jó. Nem, az igazság, hogy félig egy gyerekkori álmom így teljesült. Mondjuk azért mondom, hogy félig, mert még nem tudtuk bekapcsolni a motort és menni egy kört, és én úgy tudom, hogy nem is lehet, ezért most nagyon haragszok mindenkire, nem viccek. De nekem ez egyébként tervem, szóval én... Vannak ilyen kis terveket, amit mindig megszoktam így szabni magamnak. Például 18 évesen megszabtam magamnak, hogy 23 évesen szeretnék már külön élni, a családi fészekből kimenni. De hát ezt betartottam, ez sikerült. Az ének szempontjából szintén tartok ilyen terveket, hogy szeretnék egy turnét csinálni, szeretnék ilyen fellépésről, olyan fellépésről, ilyen albumot, ennyi dalt. Szóval mindig megszabok dolgokat, és az egyik dolog, amit már 12 éves korom óta megszabtam magamnak, hogy nem érdekel, hogy mikor, lehet az 80 évesen, de lesz egy ilyen kocsim. És nem is kételkedem, biztos lesz. Szóval pozitív. Hát remélem, igen, hamarosan akkor láthatunk egy ilyen autóba. Viszont egy nagyon érdekes dolgot olvastam rólad, hogy Kínába is felismernek. Hogy csöppentél Kínába, ugye a szóló albumod révén, de mesélj erről egy kicsit.
Igen, ez egy furcsa helyzet volt, mert kaptunk egy felkérést, szóval nem csak rólam szólt, ez egy csapat volt, ami úgy hívtuk, egy magyar csapat, aki kiment Pekingbe egy a tavaszi fesztiválra, hogy bemutassuk. Bemutassátok, igen. Na hát ennyire tudok magyarul. Magyarországot, illetve Európát, és szóval nem csak mi voltunk, volt Görögország, Grúzia, minden. Ami érdekes volt, hogy mindenki nagyon-nagyon ilyen népi volt, szóval a grúzok azok nagyon-nagyon néptánc, a görögök is teljesen néptáncba mozogtak. Mi meghoztunk egy pop műsort. Ugye voltam én, a Puskás Peti, a Tóth Vera, a Széles Íze, szóval tele voltunk ilyen pop elemekkel, és a kínaiak ezt nagyon élvezték. Szóval én a szólót énekeltem, a Puskás Peti a Léggömböt, és nagyon élveztek is, azt kell, hogy mondjam, hogy már a koncert, 12 koncert volt összesen, és a koncert végén már konkrét rajongás volt, és autogramkérés, fénykép, 10-15 ezer ember állt a színpad előtt. Lehetett tudni erről, hogy engem felismertek az utcán, ez is egy nagyon nagy véletlen volt, hogy sétálok egyik piacon, és tényleg ilyen nagy tömeg van, és egyszer csak hallom, hogy egyik kis kínai lány így leszólít, hogy Viktor, szóló! És nem értettem az egészet, hogy de hogy? Illetve amikor hazarepültünk, akkor túlsúlyban volt a bőröndöm, és szerencsére egy ottani dolgozó is szintén felismert, és egy album cserébe átengedte a... Micsoda üzlet! Tervezed egyébként, hogy visszamenjél még Kínába? Tervezem, mert van egy lehetőség, hogy elvileg ugyanezzel a csapattal menjünk Shanghaiba, és reméljük, hogy ez összejön. Hát nagyon sok sikert kívánok ehhez, és hát folytassátok tovább a fotózást, nem is tartalak fel. Szia, Viktor! Köszönöm, sziasztok!